Látják a főispán étteremből és bormúzeumból. Főz a város, ugye a műsor címe, és hát azt hiszem mai vendégünk már jó néhány alkalommal főzött életében. Kovács János mester szakácsot köszöntöm nagyon sok szeretettel. János, az utóbbi időben a mester szakácsi titulus mellé oda tűzhetjük azt is, hogy Venezd díjas, azért erről beszéljünk, hiszen én azt hiszem, hogy sokan nem is tudják, hogy mit jelent ez a cím. Ez egy tiszteletbeli cím, gyakorlatilag a magyar szakács grénium adományozza gyakorlatilag, hát nem tudom, talán szerint terenségnek tűnik, ha azt mondom, azoknak a szakácsoknak, akik egy életművet végig dolgoztak vagy alkottak, és ezt a díjat Venesz Józsefről nevezték el, aki az alapítója volt a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek, akkor még Szakácsszövetség néven futott, és halálának a 10. évfordulójára alakították ezt a díjat, és Magyarországon a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség adományozza ezt a díjat 6 személynek egy évben, ebben a szakács és cukrász, tehát a termelőszakmák vehetnek részt, és azon belül is a 3 az aktív dolgozó és a 3 a nyugdíjas. Én arra vagyok büszke, hogy már nyugdíjasan, de aktívként kaptam meg ezt a díjat. Utólag is gratulálunk hozzá, és hát akkor térjünk rá a lényegre. Mit hozott ide hozzánk, mit ajánl a nézőknek kipróbálásra? Hát én a magyar konyhát választottam a mai alkalomra, és a magyar konyhának azt a fajta megújulási szándékát, amit gyakorlatilag a Magyarországon, de nyugati és külföldi vendégeink számára is gyakorlatilag élvezhető, és egy kicsi finomítással, úgynevezett paprikás csirke. Jellegéről beszélek annyit talán, hogy ez a paprikás csirke nem a hagyományos módon készül roston, itt most jelen pillanatban kevés zsiradékba fogom megsütni, külön készítek hozzá paprikás mártást, és ami a különlegessége, de én azt hiszem, hogy egészen magyar, az egy kapros, én úgy mondom, hogy egy lucskos tejfölös kapros, túros rétes lesz a köret. A rétest azt már elkészítettem, hisz itt az idő rövidsége miatt, aztán erre lehetőségünk nem volna. És akkor megkezdem a munkát, legelőször is a pörkölt alapot készítem el, teszem föl, és finomra vágott hagymával. Ez a pörkölt alapra talán annyiban kell vigyázni, hogy nem igazából bírja el a sok hagymát, tehát kevés hagymával készítem, kevés zsiradékkal, és azért arra törekedve, hogy a magyaros jelleget megőrizzük ennél a készítménynél is. János, arra emlékszik, hogy először mikor fogott fakanalat a kezébe? Hát az az igazság, hogy talán én először a kezembe, először haberőt fogtam, és utána fakanalat, de én azt hiszem, hogy ez aztán nem jelentett később én gondot. Én úgy gondolom, hogy az első készítményem az habcsok volt, de hát ugye, hogy... Attól pedig sokan félnek, a habcsok nem egy egyszerű édesség, ott azért, ha összeesik, akkor oda a mutatvány. Én azt hiszem, hogy ez az első alkalommal is viszonylag jól sikerült. Ez az első alkalom, mondjuk, hogyha időben datálnánk, akkor talán olyan 11-12 éves lehettem, amikor ez megtörtént velem. Vonzotta mindig a konyha világa? Tehát az édesanyja akár nagymama mellett ott volt, figyelt, kérdezett. Én gyakorlatilag sárfilisi születésű vagyok, és ez azt jelenti, hogy Sár közben mindig a legidősebb asszony a családban vezette a háztartást, és hát ez a dédnagymama volt. És én, amikor akkor a gyerek voltam már, hogy úgy igazából járni tudtam, vagy mondhattam, fölértem az asztalt, akkor az történt velem, hogy a tésztagyúrásoknál segítkeztem. Mindig arra kellett vigyázni, hogy a sodrófa rá ne menjen a kezemre, vagy tésztavágás közben le ne vágják az ujjamat. Picit most lehúzzuk, mivel elég gyorsan és hamar megpirult aranysárgára a hagymánk. Ezt azért teszem, hogy a piros paprika ne égjen meg benne. Elkeverve kevés vízzel fölöntöm. És a megmosott csontot
mellett tesszük. Egy kevés vizet még aláütünk, és az alap paprikás lépörgötlé már készül. Hozzátesszük a füstölt íz megadásához a szalonnabőrt. És hát folytatom az előbbit. Akkor így történtek tulajdonképpen a megfigyeléseim az első alkalommal a konyhába, és eme megfigyelések, ezek azt jelentették, hogy vonzottam is így a szakmához, és gyakorlatilag hát mindig többet figyeltem meg és láttam. Mondható, mindaddig, ameddig a pályaválasztásra nem került a sor, addig ilyen autodidakta módon próbáltam ki tojásrántottával, mint ahogy mondtam, habcsókkal, és középiskolás koromig igazából én a tojásokból nagyon sok mindent tudtam már készíteni, meg az egyszerűbb ételeket. Mi volt az az első olyan alkalom, amikor érezte, hogy ez már több, mint egy egyszerű főzés? Tehát gondolom, hogy ez már némileg a szakma elsajátítása után, de lehet, hogy éppen ez az autodidakta mód is lehetőséget adott már akár a művészi fokra emelésben. Tehát amikor valami különleges volt, amire esetleg mások is azt mondták, hogy ilyet még nem láttam. Hát ez megint csak a tojásételekhez kötődik, mert én egy reggelit is önmagamnak, vagy egy uzsonnát, vagy egy vacsorát is úgy készítettem el. Ugye tojásból többfélét volt, ebbe töltött tojás rántotta, vagy bevert tojás. Akkor még igazából nem tudtam, hogy hívják, de kicsit így ráérezve. Meg hát szerettem akkor is megdíszíteni az ételeket. Tehát ez a fajta vonzalom talán úgy alakult ki, hogy a díszítések és az étellel kapcsolatos esztétikai érzés, vagy érzék alakult ki. És mint ezt tudjuk, nagyon fontos, hiszen hiába a jó íz, vagyis hát ez így nem helyes, hogy hiába, de azért az étel fényén, szépségén nagyon sokat emel az, hogyha megfelelő módon van tálalva, és bizony azt hiszem, hogy ez sokszor a hétköznapokban ez az, ami elmarad. Hát sajnos elmarad, szoktuk mondani, hogy idő hiányában, bár én úgy élem meg, hogy mondjam, nem több időt jelent ez, csak egy kicsit talán nagyobb odafigyelést, és már is jobb az étvágy, már is, hogy mondjam, szívesen fogyasztjuk el azt az ételt, és egyfajta igényszint előbb vagy utóbb ki is alakul. Közben ugye a paprika és a paradicsom az, ami még hozzákerült. Mint magyaros ízesítője az ételnek, közben egészen egyszerűen a fölvágott, illetve a melleket kicsit megnyitottam, azért, hogy könnyebben átsüljenek, és itt a deszkán gyakorlatilag egy só ízesítést kapnak, és egy nagyon picit állnak itt a sóba. Közben előkészítem majd a serpenyőmet, és ugyancsak egy kis olajat öntünk bele. Itt arra törekszünk, hogy nagyon kevés legyen az olaj, hisz ezt nem csak így serpenyőbe olajon lehet elkészíteni, hanem úgy tudjuk elkészíteni még, hogy rostsütő lapon megvárjuk, nem tesszük még bele, még az olajunk fölmelegszik, hogy tulajdonképpen az történjen, hogy egy külső hőhatás körbezárja a hús rostjait, és ilyenkor tartalmasabb, szaftosabb lesz a húsunk, nem oldódnak ki a húsnedvek belőle, és csak annyi ideig fogjuk sütni, amennyi ideig feltétlen szükséges, hogy ne száradjon ki. Ez a roston sütés egyébként egyre divatosabb lesz, és én már volt szerencsém olyan, hát ez nem gáztűzhely, talán inkább a vendéglátásban használható eszközöket is látni, amikor már ki van alakítva maga ez a lap a főző eszközön, vagy sütő eszközön. A rostsütés, hogy mondjam, az egy divat is gyakorlatilag, de az mellett tulajdonképpen az ízek varázsát egy rostsütés alkalmában lehet igazából föléleszteni. Olyan módon, hogy a tálcolás után kerülnek rostlapra ezek a húsok, és gyakorlatilag a fűszerek nagyon jól föl tudják venni
a húsok, amikor egy pálcolébe pálcoljuk. Előnye az, hogy mindig másfajta húsokat másfajta pálcolunk, rövidebb és hosszabb ideig természetesen, egy szárnyast elég rövid ideig, egy marha húst az hosszabb ideig, és bizony ezek ízhatásában nagyon változatossá tudják tenni az ételeinket. És ez a rossz sütés még azt is vonza maga után, hogy nagyon sok zöldkörettel, zöldségfélével, salátával tudjuk a meleg húsokat hideg étellel tálalni. Azon kívül hát sokféle mártás lehetőség van ehhez, úgynevezett barbecue mártások vagy egyebek. Bár hozzáteszem, hogy azért különbség van a rossz sütők között, mert ugye több fajtáját ismerjük, az elektromos sütőt, vagy ismerjük a faszén sütést. És a faszén sütésnél egyetlen problémánk van, hogy ott úgy kell kialakítani a pálcnak a levét is már, hogy nem olajos alapú pálcokban pálcolunk, hogy ne gerjesszük tulajdonképpen a tüzet, mert akkor a rossz sütés az egyfajta füstölésbe megy át. Azt hiszem, hogy a hús látványa önmagáért beszél, szép arany, barnás, sárgás, ez jelenti azt, hogy kész van, feltételezem én. Igen, hát a készenlét az körülbelül a kétharmadánál tart, és akkor most elkészítem először is a habarást, ami gyakorlatilag, mivel kis mennyiséget készítünk, körülbelül két kanál liszttel, egy kis tejszínt öntök hozzá, bár egy részét megfagyom, a nyers tejszín az följavítja és lágyítja majd a mártásunkat. Tejfölből is teszek hozzá, illetve hagyok belőle a díszítéshez, és a habaráshoz egy kevés vizet öntök. Nem azért, mert szaporítani szeretném a tejfölt vagy helyettesíteni, hanem azért, hogy kellő simára tudjam hígan kikeverni a lisztet a tejföllel, tejszínnel. János, egyébként ez az étel mennyire mondható könnyűnek, illetve nehéznek? Kérdezem ezt azért, ugyanis nagyon sokszor a háziasszonyok hát ugye megijednek bizonyos ételektől. Épp mikor ide jöttem erre a műsor felvételére, akkor találkoztam egy kedves nézővel, megállított és mondta, hogy ez a műsor számára azt igazolja, hogy azok a hangzatos nevek, amiket az ember sokszor hall, és azt gondolja, hogy úristen, hát én ezt dehogy tudom megfőzni, az kiderül, hogy hát egyszerűen elkészíthető is, a család asztalára bármikor könnyen oda tehető. Igen, hát gyakorlatilag leegyszerűsített dolgok ezek, és nem ördöngőség egyik sem. Itt bármit mesélünk egy ételről, én azt hiszem, hogy a gyakorlat évén lehet legkönnyebben elsajátítani a háziasszonyokkal. Hát most annyit teszek csak, hogy leszűröm a alaplevünket, és ha ez megtörtént, gyakorlatilag félretesszük, és az alaplé most már a mártás alapját képezi, és megvárom, még visszafor, hisz a forrásba lévő ételt tudjuk behabarni. Közben én már készülök a tálaláshoz is. Minden a tálcáról különböző színű paprikákat választok. És ezek a paprikák, paradicsom majd a díszítés szerepét fogják betölteni. Többek között itt is azt szeretném bemutatni, hogy a zöldségfélékből a legegyszerűbb dolog is, egy szelet vagy több szelet kellően tud díszíteni. Ez azt jelenti, János, hogy önöknél otthon, amikor az étel az asztalra kerül, akkor nem mulasztják el azt, hogy megkapja azt a megfelelő díszítést, amivel még jobban odaülteti a családot az asztalhoz. Hát igen, csak sajnos itt is azt meg kell mondanom, hogy ismerős az, hogy tudjuk azt, hogy a cipésznek Lukas a cipője, szokták mondani. Hát szakácsnál meg ugye az a lehetőség, hogy többnyire nem a családnak, hanem mindig másoknak főzök, és természetesen előfordul az otthoni főzés is, és természetesen, ha otthon főzök, akkor gyakorlatilag
megpróbálom a lehetőséghez mérten, illetve az alkalomhoz igazítani, hogy gusztusos és megfelelő díszek kerüljenek az ételre. János, egy érdekes kérdés foglalkoztat, hogy persze, hogy az ember valószínűleg, hogyha szakács lesz, és hogyha ilyen fokon műveli, akkor az azt jelenti, hogy szereti, és mindez örömet okoz, de nem válik-e néha ez terhessé, amikor rendezvények, egymás után, vendég, 100 fő, 200 fő, és mindig főzni kell, akkor néha nem érzi azt, hogy de jó lenne, csak egy tojás rántotta, és semmi más. Megvallom őszintén, ezt nem igazából szoktam érezni, még akkor sem, ha a fáradtság jelei mutatkoznak rajtam, mert nekem egy olyan szerencsés dolog adatott meg gyakorlatilag, hogy hobbim a szakmám is, és így sokkal később tudok elfáradni, és végig tudom élvezni az étel készítésétől, egészen a vendég még elfogyasztja. És igazából akkor válik nekem tökéletessé ez a kép, hogyha jelen vagyok a fogyasztásnál is, és közvetlen kontaktust tudok teremteni a vendéggel. Tehát tudom a közvetlen visszajelzést, nem a felszolgáló meséli el, és nem harmadik nap hallom a piacon, hogy mit tettem én, hanem ott rögtön lecsapódik. És ez a fajta dolog, én azt hiszem, hogy az élvezete a munkámnak. Művész emberek, képzőművész emberek többször megjegyzik, hogy a te szakmád is művészet, de a te szakmád az nem maradandó, mint a miénk. Mondtam, hogy az én munkámnak tulajdonképpen az élménye a maradandó, és az emlékben tulajdonképpen ott van, hisz van nagyon sok olyan ismerősöm, aki az ízekre vagy az ízeimre emlékszik, hogy így mondjam. Elkészült a hamvarással, most egy kevés nyers tejszínnel kiforraljuk az alapmártásunkat. Ugyancsak a díszítéshez előkészítjük a tejfölt, egy kis ilyen tejszínnel meghígítjuk, hogy díszíthető, csorgatható állapotba kerüljön. És közben a nézők már láthatják, hogy itt van a rétes is. Erről egy kicsit azért beszéljünk még, János, hiszen nem nagyon említettük talán az elején, hogy ez a sós rétes most egyre inkább kezd a köztudatba belekerülni, többen köretként használják, ugye, nem a megszokott formában az édes rétes desszertként. Mi a véleménye róla, vagy éppen ön hogy szereti, hogy kedveli? Hát a rétesnél tulajdonképpen sós jellegű rétesek többféle szempontból ma már, és én azt hiszem, a mi tájkörzetünkben különösen jelentősége az, hogy ezek a borkorcsolyaként is szerepelhetnek, tehát gyakorlatilag a borokhoz is tudjuk adni, és az mellett hát a férfiak többségében nem édes szájűak, és az ő számukra is tudunk így biztosítani olyan készítményt, amit szívesen elfogyasztanak. Hát gyakorlatilag most más már nem történik, mint elkezdődik a tálalás. Még János, mielőtt ezt elkezdenénk, egy kérdés. Ugye a pörkölt alap az úgy készült el, hogy volt nekünk csontunk, amiből ezt készült. A csonttal lehet-e valamit? Természetesen megmutattam, ugye itt van nekünk a maradék csontunk és a szalondabőr. Hát ezek gyakorlatilag tovább hasznosítható, ha még akarunk belőle alaplevet főzni. Ez másodlének is elkészíthető, de én azt hiszem nem ez az igazi célja, hanem én azt hiszem ma már nagyon sokan tartunk otthon kedvenc házi állatokat, kutyát, macskát vagy egyebet. Hát ezeknek egy családban én azt hiszem, hogy nem igazán kellene külön főzni, hanem a főzés melléktermékeiből eltarthatók a viszkasz és egyéb tápok mellett. És én úgy gondolom, hogy a házi állataink ezt jobban fogják szeretni, mint a tápokat. Hát elkészültünk, és akkor a következő történik, a tálalás. A húsunk az forró és meleg. Egy kicsit még tovább vágunk rajta, hogy ne legyenek olyan ijesztő nagy szeletek, és tányérra helyezem. Méghozzá úgy próbálom ráhelyezni a tányérra, hogy már nagyon ne húzzam a tányéron. A
húst, mert akkor ugye egy kicsit összemaszatolódik, és megpróbálom oda tenni mindjárt a helyére a tálalandó ételt. És ez egy ilyen lucskos, tejfölös, kapros rétes, aminek az a lényege még, hogy nem sütöm túl szárazra, nem szárítom ki. Ha ezt rétesként fogyasztanánk, akkor lehet úgy megcsinálni, hogy egy kicsi piros színt kapjon. A modern tálalást próbálom bemutatni most, és nem húzunk át többnyire ételt a mártással, hanem mellé, illetve alá tesszük. Ez a modern tálalás része, ez, hogy nem színezzük az ételt, nem vegyítjük rögtön? Nem, ez mindig is így volt, ez egy szabály. Hát én azt hiszem, hogy ezek, amióta az új irányzat, az úgynevezett nouveau konyha irányzat ismeretes nálunk, azóta próbáljuk a magyar konyhát is ennek szellemében tálalni. Még egy fontos dolgot szeretnék megmutatni, hogy gyakorlatilag a tálalásnál, ugye, ha ráhelyezzük az ételt, akkor a díszítéseknek a tálalási vagy díszítés módja az többféle lehet. Én most a díszítést alapvetően úgynevezett felső részre, a 12 óra magasságába próbálom elhelyezni, és amikor az ételt megtálalom, akkor egy folyékony állapotúra kikevert tejföllel még egy kicsit a mártást meg lehet díszíteni. János, én azt hiszem, hogy a látvány igen. És pillanatok alatt én azt hiszem, hogy a korona rákerül. Rákerül, és most már csak egyetlen egy kérdés maradhat bennünk a látvány kapcsán, hogy mindenhez milyen nedű kísérő, nevezzük bárhogy, egy jó pohár bordukál, pillanatokon belül ezt is megtudjuk. Mondhatni, hogy a főzaváros életében mindig aki főz, az kedvenc borászát látja vendégül ebben a műsorban. János kivel érkezett? Én Sebestyén Csabával érkeztem erre az alkalommal, és hát tulajdonképpen én Sebestyén Csaba borait kóstolva, nekem a csillagüvéje nagyon kimagasló ízharmóniát tudott számomra biztosítani, és akkor kezdtem választani hozzá a mai készítményhez, hogy milyen bor legyen, és így Csabával közösen találtuk meg hozzá ezt a mai bort. Csaba, tehát mi a pincészet ajánlata? A pincészet ajánlata egy szexádi cegelt kékfrankos küvé a 2000-es évjáratból. Ezt azért választottuk a paprikás csirkéhez, mert a paprikás ételekhez a vörösbor kiválóan párosítható. Szeretném kitölteni a bort. Így legyen, Csaba, én közben hadd kérdezzek egyébként néhány szóban a pincészetről, mit szabad tudnunk, mit tudhatnak a nézők. Mi egy kis családi pincészet vagyunk, körülbelül egy olyan 6 hektáron gazdálkodunk, itt Szekszárd környéki szőlőterületeinken. Vörös, fehér és rozébort egyaránt készítünk. Számos magyarországi országos borversenyen indultunk, már ahol nagyon szép eredményeket értünk el. Merre vagy a legbüszkébb? A soproni borversenyen kaptunk Champion díjat 2001-ben a Cabernet Sauvignon borunkra. Hát én akkor azt javaslom, kedves János, kedves Csaba, hogy nincs más hátra, mint hogy kóstoljuk meg a bort. Közben kérdezem Jánostól, de feltételezem, hogy nagy borrajongó. Természetesen így igaz ez, hogy borrajongó vagyok, és szoktam mondani, mert én is bortermelő is vagyok, szoktam mondani, hogy amióta a borászokkal együtt dolgozom, azóta az én saját borom nem ízlik. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen magam felé kritika, és ez pedig a borászok felé a dicséret. Hát én azt hiszem, hogy kóstolva
a borokat, mindezzel én csak egyet tudok érteni, aki abszolút fogyasztó és a mögöttes dolgokhoz nagyon-nagyon sajnálom, de nem értek, de itt azért, ha a kedves nézők legközelebb is velünk tartanak, nagyon sok mindent elleshetünk, megtanulhatunk. Köszönöm szépen János, köszönöm szépen Csaba, a nézőknek pedig kedves egészségére!